Na, hello pingvinek, itt Nessai, nyomjuk tovább a Don't Starve-ot. Az egyik kedvenc sorozatomat mostanában, kicsit nyelvtörő volt ez. Közeleg a tél, 19. nap, éjszaka mindjárt ránk virrad. És nem tudom, hogy hogyan fog sikerülni ez a téli kaland. Egyetlen egy dolgot várok, hogy megjelenjenek a pingvinek. Azt nézem, hogy hogy állunk fával. Nem a legjobb igazából a helyzetünk. És ugye nem sikerült egyelőre téli cuccokat kraftolni. Mondtátok, hogy nézzem meg a sapkát. Bífaló hat. De ehhez meg bífaló szarf kell. Amihez gondolom meg kéne ölni egyet. Mert máshogy hogy a fenébe venném le a bífalókról a szarvukat. Viszont a komment szekcióban nem láttam, hogy kommenteltetek volna a B-boxhoz, a méhkaptárhoz, hogy mit csináljak velük. De én úgy emlékszem, hogy aha, beekeeper hat. Tehát, hogy van ilyen fejvédő a méhecskék ellen. Szóval szerintem elmegyünk Sejemért. Szétütünk pár pókházat, és akkor csinálunk majd egy ilyen sityikát. Illetve hamarosan elromlik a logsuitunk. Úgyhogy azzal is kell majd valamit kezdeni, bár van egy tartalék. Meglátjuk. Mondtátok, hogy ne öljem meg a nyuszikat. Ezt többen is írtátok. Mert hogy úgy gyorsabban megromlanak. Azért szoktam megölni őket, mert nincsen hely. De lehet, hogy kéne csinálnom egy chestet csak a nyulaknak. Meg általában sokat zabál a karakterem, tehát nem szokott különösebb probléma lenni belőle, hogy életbe hagyom őket. Illetve arra is felhívtátok a figyelmemet, hogy vigyázzak a pávákkal, mert lelegelik a bogyókat. Úgyhogy mindenre igyekszem majd odafigyelni, és remélhetőleg megoldjuk ezt a tél problémát. Legrosszabb esetben nem. Ó, várjatok. Igen, itt van még egy nyuszi. Csodálatos rendszerben működnek a ládáim. Jó, itt szerintem megvagyunk. Fejszém van, dárdám van. Irány pókokat ölni. A pókok... Merre voltak a pókok? Nem emlékeztek mi. Legalábbis én nem. Hol voltak pókok? Azt kéne jelezni a térképnek. Csak lehet, hogy kinyírtam őket mindet. Valamelyik erdős részen voltak. Lehet, hogy itt fölfelé. De utálom, amikor így elfelejtem, hogy merre fele kalandoztunk, és hol mivel találkoztunk. Hát mi legyen, pingvinek, merre menjünk? Menjünk egyelőre erre, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul a sorsunk. De mielőtt nekivágok, zabálunk egyet, mert Ízon éhezik, a kaják meg amúgy is romlandóba vannak. Tudom, nem két húst kéne használni, de annyi kajánk van, és olyan gyorsan romlik, hogy inkább elhasználom. Úgyhogy kuk, megsütjük, eszünk, és akkor irány kalandozni. Viszont egyelőre nincs tél, pedig már a 20. nap van. Úgyhogy meglátjuk. Meglátjuk, meglátjuk. Közben leszedem a répát. És kéne ült. Mit zizegnek itt a méhek? Mit keres itt méh? Kiszökött tőlem? Ne idegesítsetek. Tudom, az hogy került ide. Mindenesetre ültetek egy új növényt. Plant! Remélem nem az én izémből szöktek ki. Na mindegy. Fullon vagyunk életügyileg, fullon vagyunk agyügyileg, fullon vagyunk kaja ügyileg, úgyhogy irány pókok ellen harcolni. A fantasztikus dárdánkkal. És csak meg kell találni a pókokat, az lesz a küldetés legnehezebb része. De mindent megteszünk. Valamiért nekem az rémlik, hogy itt fölfele voltak valahol éjszakon. A méhektől fölfelé. Még a touchstone után. Aztán lehet, hogy teljesen vakon vagyok, de szerintem ez ki fog derülni. Ebben a sötét biomban vannak a pókok egyébként. Meg így a fák közé szoktak települni. Ha jó, ó igen. Oké, rajtam van a logsuit, 5% kemény lesz. Gyertek! Nem fosok. Bassz meg. Jó. Kicsit szét kéne őket választani. Úgy. Azt is, Wilson. Üssed már, te fos. Jó. És
tojásokat szedtem föl, az nem tudom mire lesz jó, de a sejmet majd ebből. Így. Kettő darab szilk. Lehetett volna több. Akkor még nem vagyunk jók. Hello, Szenyor Malacka. Elnézést a zavarásért. Fókvadászó túrán vagyok. Nem akartam kegyedet megzavarni. Csak folytassa tovább itt a sétálós mindennapjait. Kicsit több pókra meg sejemre számítottam. Hello, Mr. Malac. Leszedem a bogyót. Hogy? Ajjaj, esteledik. Jajajaj. Van fákjám, úgyhogy haza tudunk érni. Para nélkül. Pókok. Szenyor pókok. Oh, ott is egy póktojás. Vagy mi ez? Ó, ez gyógyít? Ez gyógyít. Nem tudom mi ez a pókcuc, de az életemet fölfelé viszi. Hát így azért könnyebb küzdeni ellenük. Ó, itt már örök zöld fák vannak. Ne fassa, kár, hogy nem látok semmit. Pókok. Nem is tudtam, hogy ilyen fák is vannak a játékban. Mindig tanul az ember. Ennyi volt a pók populáció? Hát így nehéz lesz sejmet farmolni. Azt gyanítom. Na, na mindegy. Itt mi van? Touchstone. Igen, a touchstone az nem kell, már aktiváltunk egyet. Bogyók. Mik ezek a hangok? Valami hatalmas fenevad morog, de nem akarom megtudni, hogy miért és hol. De szerintem ti is halljátok. Ó, egy kis répa. Répázni mindig jó, ha értitek, mire gondolok. Lehet, hogy jolóznunk kéne. Ja, ide fognak jönni a rozmárok majd télen. Lehet, hogy jolóznunk kéne, és egy ilyen wormhole-ba beugrani. A fene tudja. Az ember már pókokat sem találhat nyugodtan. Mindenesetre éjszaka úgysem fogunk tudni pókokkal küzdeni. Úgyhogy beekvipálom a torcsomat. Ájjajjaj! Kutyuskák! Hello, szevasztok! Akkor mégse hazafelé megyünk, hanem meglátogatjuk a bífaló kollégákat. Mert hogy küzdeni nem fogok tudni a kutyákkal éjszaka, mert kell a kezembe a fákja. Kérdés, hogy a fákja kibír egy egész éjszakát, mert azt gyanítom, hogy nem. De nevérek. Ajaj, rossz az irány. Lefelé vilzod. Na! Szopás. Ez a szopás, nem a faláb. Gyertek, kutyuskák! Hozom a haverjaitokat. Remélem nem alszanak. Kedves kis bölényeink. Mert akkor benéztem. Bölények! Lények, gyertek, gyert, cic, azaz, azaz, verjétek agyon! Addig én csinálok egy tábortüzet, nem fog tábortüzet csinálni. Mert nincsen nálam ág, sapling. Ha most nem találok elég ágat, akkor game over lesz konkrétan. Mennyi kell a tábortűzhöz? Ja, fa kell hozzá, nem is izé. Ág, gyorsan két szalma, két növény. Na most történik meg. A beszopás maga. Istenem! Tudtam, hogy ez a dolog nem fog szép véget érni, de... azért ennél szebbet érhetett volna. Ó, de touchstone! Tényleg! Pingvinek! Hello! A pingvinek megmentettek! A pingvinek új életet adtak nekem! És eljött a tél! A 21. napon! És kiugrottak a vízből! Mekkora jó! Jaj, mekkora! Istenem! Hát ez zseniális! Beköszöntött a tél, és a pingvinek megmentettek. Hát apró szépséghibája a dolognak, hogy ugye elvesztettem mindenemet, ami nálam volt. Szevasztok! Kurva jó fejek! Hát ez már egy vidám epizód lesz ettől. Hiába voltam béna és balhere,
Mérgesek is vagytok rám, tudom, de a pingvinek kárpótolnak minket. Ó, és fehérek a nyulak. Ó, de jó. Igazából azt nem mondta el senki, hogy miért kell öltözék télen. Tehát hol látom azt, hogy Wilson fázik, meg ilyenek? Vagy arra majd lesz valami, amit még így nem láttam. Na mindegy, majd megmondjátok. Gondolom, mi az az árnyék ott? Mi az, sündisznó? Hello! Hello, haver! Nem tudom, mi volt az, de mindegy. Oké. Van két bogyóm, meg vannak nyulaim. Újra kell az összes létező dolgot kraftolnom. Úgyhogy ez egy ilyen kraftolós epizód lesz. Egyelőre kellene még egy bogyó. Azt leszedem. Süni, menjél innen! Lelegelik a cuccaimat. Oké. Megint ott van a páva. Szóval kell a három bogyó, meg kell a hús. Megsütjük. Menj már innen, Süni! Téged meg agyon foglak verni. Nyomorult páva. Ezért kéne körbefalazni minket. Ott már kicsordul a méz a B-boxunkból. Ja, mert hát eredetileg mésisakért indultunk el, csak hát... Mindegy, ne legyetek túl szigorúak velem. Ahhoz képest, hogy az első Don't Starve játékom, hát úgy 3 év óta, nem is olyan rossz. Alszom egyet. Ó, de várjál, nem aludhatok. Hát rohadtul gyorsan kéne alapanyag a tábortűzhöz. Milyen jó, hogy raktam el fát, baszki. Raktam el fát, jó. Itt a fa, most így kiveszek mindent. Fa, flint, van nálunk fű, és van nálunk gífaló szörme is. Oké, akkor nem lesz gond a tűzzel. Kraftoljuk le a cuccainkat. Kell fejsze, ahhoz kell ág, pickaxehez is ág kell, ehhez is ág kell. Oké, mindenhez ág kell, akkor saplingeket kéne keresni. Alszom egyet, először. Rakok a tűzre, nehogy éjszaka ébredjek föl, ez nem tudom, hogy működik. Ja, nem lehet aludni, csak éjszaka, aha. Végül is logikus. Jó. Saplingek. Kellenek az ágak. X. Tehát fejsze, megvan. Pickaxe, még kell ág. Nem látok semmit. Túl homályosra van állítva a homályosra? Túl sötétre van állítva a játék. Kicsit a brightness-t fel kellett volna húzni, de hát most már késő bánat, ebb gondolat. Jó lesz így. Oké. Pickaxe. Mondtátok, hogy kraftoljak aranyból ilyen túlokat, szerszámokat. Úgyhogy majd ez is el fog következni. Egyelőre gyorsan megcsinálok mindent, ami volt, mert anélkül szívás az egész. Jó, az alapcuccok megvannak. Kéne csinálni valami melegítő cuccot. Lehet, hogy meg kéne ölnöm egy bífalót. Ja, mi kell? Dárda kell, tényleg, dárda. Fight, spear. Ahhoz kell kötél, meg még egy ág. Akkor az ágat felszedjük. És a kötélhez meg ugye fű kell, de szerintem az van elég. Jó. Oké, ennyi elég. Most fogunk akkor alucikálni egyet. Szundi, szundi. Azzal remélhetőleg feltöltődik mindenünk. Szundi. Oké. Wilson éhes. Hát Wilson, bazd meg, mit csináljak veled? Nyírjam ki a nyulakat? Nem, megsütjük a húst. Önmagába. Bazzeg, de keveset húz föl így a kaja. Oké, sürgősen szükség lesz bogyókra. Most kénytelen vagyok elhasználni a nyulaimat, ezért mondtátok, hogy készüljek a térre. Mert most cummendári kamanduk az egész. Süsd meg. Bazzeg, megetted nyersen?
Ez a Wilson, ez tiszta fogyatékos. De szépen néz ki a játék, hogy mindenre ráesett a hó. Ez királyság. Jó, refine, ez kell nekem. Kötél kell nekem. És dárda kell nekem. Jó. Jó kis téli zene. Oké, ezzel meg vagyunk. Logsuit, még két kötél kell. Oké, kötél. Egy. Kettő. Fight. Logsuit. Oké. Felszerelésem is van, most még egy sapka kéne, de az jó lenne a téli sapka. Megpróbáljak megölni egy bígyfalót, vagy ez elcseszette egy ötlet? Én megpróbálok megölni egy bígyfalót, viszont most elmegyünk a malac király mellett, itt. Itt vannak bokrok, hát ha van rajta termés, mert az SOS-be kelleni fog a húshoz. Nem is látom az utat. Ó, bassza meg, nagyon jól néz ki ez a téli táj, csak nem látom, hogy hol az út. De most nagy nehezen rátértem. Ezt még sose láttam a Dawnstarkban, tehát hogy idáig sose jutottam el. Bár de lehet azért. Lehet azért, hogy régen megjártam ezt az utat is. Piros méhecske bántani akar, piros méhecske kapja be. Hova megyek? Fölfelé megyek. Pingvinek! Mit lehet csinálni a pingvinekkel? Írjátok már le nekem. Azért arra kíváncsi lennék. Nem lehet valahogy összespanolni velük és felbérelni őket, hogy legyen hadseregem? Azért az menő lenne. Kiássam ezeket a bokrokat. Úgy. Elvisszük őket hazúrra. Vedd föl. Úgy is van, mi az a? Úgy is van. Elmegyünk a bífalokhoz. Én megpróbálok megölni egyet. Lehet, hogy ez az utolsó dolog, amit életemben csinálok. De akkor így jártam. Mennyi nyuszi van? Guano. Mi fehér kakát produkálnak télen? Vagy ez nem is a bífalok kakája volt. Az a baj, hogy csapatban vannak. Ja, hogy itt vannak a cuccaim. Ó, getz. Hát ezt mondtátok volna. Jó, ezeket nem kell, lekraftoltam. Sapkát fölvesszük. Life giving amulett. Ó, bazd meg. Na várjatok, megeszem a répát. Fölvettük a bogyót. Igen, ez is kell. Ezt nem is tudtam, hogy föl lehet venni ezeket a dolgokat. Mi a fenét dobja ki? Ne szállj, gondolkozz. Bazd meg, menni kell haza. Basszus kulcs. Jó, megeszem a húst. Tudom, fasz vagyok. Oké, life giving amulet, az mindenképp kell. És kéne a rot is, hogy tudjak trágyázni. Jó, eldobom az ásómat. Majd az csinálunk másikat. Akkor nem bántjuk a bífalókat, hanem megyünk haza. Megyünk haza, és csapdákat kell gyártani a nyusziknak, mert a kaja készletünk az meglehetősen problémás. Irány haza, gyerünk Wilson, szedd a lábad, Getz, mert ránk esteledik még egyszer. És kétszer ugyanabban meghalni, kurva gáz, ezt mindenki tudja. A nézők meg kifejezetten biztosak benne. Ez az eddigi legnehezebb epizód, pedig csak a saját hülyeségemnek köszönhetem, hello méhecskék, hogy ez így alakult. De hát ezért túlélő játék, mert egyre nehezebb lesz. Bárcsak látnám az utat. Itt van, jó. Jó, haza fogunk érni, rakunk a tűzre. És kitaláljuk, hogy a fenébe fogjuk ezt túlélni. Húzamosabb ideig. Egyelőre ötletem nincsen. Jó. Oké, itt vagyunk, chest, pakoljunk be. Berakom a bokrokat, nem, ezt leplántáljuk. Gyorsan, Wilson, ránk esteledik. Plant. Nem sok helyre engedi lerakni. Plant. Oké, trágyázd meg. Van nálunk rot. Hova raktam a rotot?
Itt van Rot. Gyorsan Wilson. Trágya. 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 Oké. Rakja tűzre gyorsan. Oké. Hő gyerekek! Szoros. Szoros a dolog. Oké, rakjuk el a sejmet. Szükség lesz rá. Rakjuk el a kötelet. Ágak, csak hogy lássam, hogy miből élünk. Jó, föl kell vennem gyorsan a nyuszit. Csapda tönkrement. Oké, teljes a gebasz, de csapdákat kell majd csinálni. Viszont a nyuszit megöljük, és ebből tudunk egyet főzni. A helyzet kellemesből baromi gyorsan átváltott gázosba. Még egy utolsó vacsorát meg tudunk enni, és utána... Hát gázba leszünk. Gázba leszünk, az az igazság. Elrakolom, elpakolom, elrakolom a cuccaimat, amik nem kellenek. Ezt is berakom. Megesszük a kaját. Meatballs, csodálatos. 22. nap éjszakája. Itt tartunk, pingvinek. Dobjatok egy lájkot, és nagyon gyorsan segítsetek nekem a komment szekcióban, hogy mit csináljak, mert szarban vagyunk. Ha tetszett ez a rész is, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, illetve itt van két videó a fejem fölött, valamelyiket válasszátok ki, és nézzétek meg. Remélem jól szórakoztatok, én még mindig Nessai vagyok, drága pingvinek, és találkozunk legközelebb is. Legyen nagyon szép napotok. Na, szevasztok!